Sziasztok! Petri Barbi vagyok, és ez itt a Rhyme Time Live 32. élőadása. Ez egyben a nyári időszakunknak egy záróadása is, hiszen a héten tartunk több helyszínen is záró foglalkozásokat. Ugye három csoportunkban most a héten van utoljára óra, úgyhogy ezt mindenképpen szerettem is volna már így a live elején kihangsúlyozni, hogy szerdán, azaz holnap, illetve csütörtökön az utolsó alkalmunk lesz a nyári zárás előtt a 15. kerületben holnap, tehát Pestújhelyi Közösségi Házban, és a csütörtök délelőtti csoportunkban pedig Óbudán. Tehát, hogyha ez a két helyszín van közel hozzád, akkor ne felejtsd kérlek, hogy holnap, illetve csütörtökön, tehát ezen a héten lesznek az utolsó délelőttjeink ebben a két csoportban, utána nyári zárás, nyári szünet következik ezekben a csoportokban, illetve már a hétfő délelőtti alkalom is, ezen a héten tartottuk ott is az utolsó hivatalos óránkat a 13. kerületben, viszont, ami nagyon fontos, hogy péntek délután lesz egy, hogy úgy mondjam, egy össznépi nagy Rhyme Time bullying, egy nagy summer party, amire az összes csoportba járó édesanyát és gyerkőcöt, illetve a családhoz tartozó apukákat, nagymamákat is sok szeretettel várjuk, illetve, hogyha van olyan csoport, amivel már úgy kacérkodtál, nézelődtél, de még nem jutottál el egy Rhyme Time órára sem, akkor ez a péntek délutáni alkalom egy nagyszerű lehetőség lesz, hiszen az összes csoportunkból érkeznek majd résztvevők. Ez egyébként a 13. kerületi helyszínünkben lesz a Dagály utcában, és igen, egyébként jó is, hogy Marian írja bizony, hogy a Káposztás megyeri, tehát a péntek délelőtti csoportunk, és a szintén péntek délelőtti 12. kerületi csoportunk a kikötőben, ugye Káposztás megyeren Ancsa, a kikötőben pedig Melinda, továbbra is vár benneteket, illetve a szerda délelőtti órák Tárnokon szintén tovább üzemelnek még júniusban, úgyhogy Alina itt sikítozik, nagyon örülök, hello Alina! I will switch to English soon and very soon, okay, but I have to give some very, very important information to the mummies. Tehát a péntek délutáni alkalmunkra sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Ez egy hosszabb alkalom lesz, 5 órától 7 óráig tervezünk a Dagály utca 15 szám alatti Angyalföldi Gyermekháznak a nagy földszinti színháztermében eltölteni egy kis közös időt. Rengeteg Osborne könyv lesz nálam, erre majd mindjárt külön ki is térek. Lesz közös éneklés, illetve a sütisasztalt is szeretnénk, hogyha ebben ti is részt tudtok vállalni, akkor lesz sütisasztalunk is, illetve a művelődési háznak van egy gyönyörű kertje, hintával, csúszdával, homokozóval, tiszta fűvel, kismotorral, labdával, tehát ott is fogunk tudni együtt lenni és beszélgetni. Korábban egyébként már többen voltatok ezen a helyszínen, hiszen a VIP partinkat is májusban itt tartottuk, ugye minden kihívásunkon résztvevő édesanyja számára a részvétellel együtt egy ilyen VIP parti részvétel is a csomag része, úgyhogy nem olyan régen tartottunk egy ilyen alkalmat, és nagyon-nagyon jól sikerült, láthatatok is róla néhány fényképet, illetve ennek a Summer Rhyme Time Party eseménynek is, amit itt a Facebookon hirdetünk, annak is a borítóképe az erről a partiról származik. No de, most, hogy már 37-en néztek, fantasztikus, nagyon örülök nektek, már 40-en néztek, akkor már 40 röpködő szívecskének kellett itt elmennie, hogyha nem nyomtál még szívecskét, akkor kérlek, hogy tedd meg, és mindenképpen szeretném a mai témánkat nagyon-nagyon alaposan átrágni, és nagyon jól tartani az időnket. Úgyhogy, Adri, nagyon köszönöm az infót, én nem tudtam, hogy a holnapi óra elmarad, de ez a hír még nem jutott el hozzám, úgyhogy köszönöm szépen, és ezúton is jobbulást kívánunk Melindának, és akkor a Tárnokon jövő héten tudjátok folytatni, de ha Melinda felépül, akkor természetesen ő is itt lesz velünk pénteken a nagy össznépi partinkon. No tehát a mai téma, önök kérték, ti kértétek, ahogyan a múlt heti clean-up és takarítgatós témánkat is, az e heti témát, a holiday
témát is azért választottam, mert egyrészt hát végtelenül időszerű, hiszen itt a nyár, és ti is sokan jeleztétek, hogy szeretnétek ebbe a témába egy kicsit úgy belemászni, hogy angolul hogyan is tudjuk ezt a fajta témát, illetve magát a nyaralást és a nyaralások alatti activity time-okat, na most már összemosódnak a mondataim, már nagyon szeretnék átváltani angolra, hogyan tudjuk ezeket eltölteni. Úgyhogy éppen ezért választottam ezt a témát mára, és nagyon érdekes volt látnom, hogy amikor készültem erre a mai órára, és ugye mindig átnézem a Baby és a Toddler Cards sorozatainkat az Asbornak, hogy van-e a témához kapcsolódó kártyájuk, akkor nagyon jó téma kártyákat találtam, és ezeket el is fogom most nektek olvasni. Ide vannak készítve rengeteg kártya, ami mind-mind a holiday témához kapcsolódik, úgyhogy bőven lesz ma angol, remélem, hogy lesz időm mindet felolvasni és megvitatni veletek. És hát ugye ígértünk nektek már egy kis meglepetést is, egy kis ajándékot, hiszen egy újabb mérföldkövet lépett át a Rhyme Time, tegnap késő éjjel átléptük a 2500-as like számot, aminek nagyon-nagyon örülök, igazából el se hiszem, hogy 2500 ember létezik Magyarországon és Magyarországon kívül, akiknek tetszik az, amit csinálunk, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk ezért a rengeteg támogatásért, amit kapunk tőletek, a visszajelzésekért, az aktivitásotokért, úgyhogy éppen ezért most egy különleges sorsolást szeretnék. Ugye minden live adás alatt van egy kérdés, amire a válaszadók között egy Skype konzultációt sorsolok. Ez a Skype konzultáció egyébként ma is ki lesz sorsolva az adás végén, de az a 37 néző, jelenleg 37 volt, már ez 38 is, meg 40 is, akik ma néznek, és itt most élőben válaszolnak, azok között itt most ma live sorsolok, tehát figyelni fogom folyamatosan a kommentjeiteket, illetve itt van mellettem egy külön kis segédlet is még digitálisan, hogy nehogy lemaradjak bárki kommentjéről, és itt ki fog nekem dobni a gép úgy 2:30 után 5 perccel egy nevet azok közül, akik 2:30-ig kommentelnek. Tehát a lényeg az, hogy ma, a mai kérdésünk az úgy hangzik, hogy nektek mi a tervetek a nyaralás témához kapcsolódóan, és természetesen a baba angolt is belevegyítve. Tehát írjátok meg, hogy hova mentek nyaralni, mi az, amit szeretnél a gyerekkel a nyaralás témával kapcsolatban gyakorolni. Értelemszerűen ma is fogtok rengeteg ötletet kapni. És mivel ma ez egy különleges alkalom, így a 2500-es like kapcsán, Ancsával volt egy ilyen ötletünk, hogy akkor egy 2500 forint értékű könyvet sorsoljak ki, aztán én úgy jöttem vele, hogy inkább ezt duplázzuk meg, és egy 5000 forint értékű könyvet fogok itt ma 2:30 után nem sokkal kisorsolni nektek a kommentelőink között, tehát már írhatjátok is a kommentet, hogy mik a nyári terveitek, a nyaralás és a baba angol ötvözetében, metszetében, és ugye hát a nyaralást, illetve az egész nyári angolozást megkönnyítendő, kiválasztottam egy olyan könyvet, aminek szerintem én azt remélem, hogy az anyukák nagyon fognak örülni. Ez pedig a Party Cakes to Bake and Decorate. Ez egy gyönyörű könyv, elsősorban az anyukáknak gondolom, hogy egy fantasztikus segédlet. Nagyon szeretem benne azt, hogy ilyen spirálos kötésű, tehát könnyű lapozni, és nagyon szép fotók, illetve értelemszerűen nagyon hasznos angol nyelvű leírások vannak benne a sütemények elkészítéséhez. Most itt csak gyorsan belelapozok, hogy lássátok, hogy finomabbnál finomabb nyári sütemények várnak itt rátok. Kedves anyukák és apukák és családok, ez itt pont mondjuk egy Halloween-es is, tehát mindenféle téma, illetve különböző minták is a végén, hogy hogyan lehet dekorálni. Tehát ez egy nagyon-nagyon értékes, olyan értelemben is értékes könyv, hogy azt gondolom, hogy a konyházásban is segíthet benneteket abban, hogy többet angolozzatok, úgyhogy ezt a könyvet szeretném ma kisorsolni, a 2500-as like átlépésünket megünneplendő, azok között, akik most elkezdenek kommentelni itt az adás ideje alatt. Na, és akkor bele is vágok a mai holiday témánkba. Ugye, ahogy említettem nektek, nagyon sok téma kártya van, ami feldolgozza ezt a fajta együttlétet.
hogy miket is lehet csinálni a nyaralás során. Mindenképpen szeretnék kitérni a swimming témára és ennek a szókészletére, és aztán két kártyát is találtam. Az egyik az a Go for a Drive, a másik pedig a Car Journey, amit szeretnék összekapcsolni, tehát hogy maga az utazás, az odaérkezés, az autózás hogyan tehető élvezetesebbé. És aztán találtam két kártyát. Képzeljétek el, hogy a Water Play az a Toddler meg a Baby kártyacsomagban is ott volt, de más, picit más ötletek vannak hozzá, ezekre is szeretnék kitérni. Úgyhogy bele is kezdek akkor, jó? Ja, és nagyon sok dalt hoztam mára, és már 2:45 van, tehát nem is biztos, hogy bele fogok férni mindbe, de dalokat ma nagyon sokat, többet szeretnék énekelni nektek, mint amennyit szoktam, mert hogy rengeteg dallal készültem. Jó, úgyhogy gyorsan bele is vágok. Okay, let's get started. I switch to English. I welcome you again, and we're gonna read about how you can introduce your baby to swimming. Because when you are on holiday, even at Balaton or at Velence or at Danube side, or you go down to the sea, you will get your baby into the water, and we want to spend time in English as well in the water. So let's see how you can introduce your baby to water and to a fun full swimming time. Swimming. Give your toddler time to get used to being in the water. Taking your toddler swimming will give her plenty of exercise as well as helping to build her confidence in the water. If your toddler seems unsure about being in the pool or in the water, follow her lead and don't rush her. Your toddler may feel more confident if she is wearing armbands or holding onto a flotation aid, such as a foam woggle. Play games in the water to make swimming fun. You could try action rhymes such as if you're happy and you know it, splash your hands. Whoosh your toddler across the water, then encourage her to hold onto the side of the pool when you get there. Supervise your toddler at all times in water, even if she is using a flotation aid. Okay, so lots of good ideas, even a song to sing in the water. If you're happy and you know it, splash your hands, splash, splash. If you're happy and you know it, splash your hands, splash, splash. If you're happy and you know it and you really wanna show it, if you're happy and you know it, splash your hands, splash, splash. Or splash your face, splash, splash. Okay, or splash mommy, or splash daddy. Okay, so splashing is a basic word, and it's a very good thing to sing in the water too, okay? And you can wear armbands, okay? It's an important thing. You know, the armbands that you blow up and you place them on your baby's arm, or flotation aids, such as a swimming ring or a foam woggle, okay? It's up to you. And you can whoosh your toddler, so it means that you push them forward, or you hold them and you whoosh them forward in the water, across the water, and you can encourage them to hold on to the side of the pool. Okay, so you can go to Balaton or Velence, or you can go to a beach where there are swimming pools, and here you can practice these things, okay? Sometimes when we play in the water with my boys, we practice pouring water on our face or on our head or on each other's head. And there is a funny song, I'm sure you know it, it's the Rain Rain Go Away song that we sing actually in the pool or in the bathtub even when we water each other's face. So maybe you can have a little watering can on your holiday
in the swimming pool or at Balaton, and you don't even have to water the face. You can water your baby's arm or their body or their back, okay? And you can sing this song. Rain, rain, go away, come again another day, baby wants to play, rain, rain, go away. Okay, so even if it's not raining, but you're playing with water and you have a watering can where the water is pouring out like if it was raining, you can practice this song, okay? And now, before swimming, you know what we do. We go for a ride or a car journey. Going for a ride, this card has some very good ideas and concepts about how to play, pretend play, before you actually do something. So, for example, if you're planning to go on a long car journey, you can start a pretend car journey at home a few days before, so your toddler gets used to the idea, okay? Our card says, going on pretend journeys might help make real journeys more fun. Toddlers often love to drive a car. You could give your toddler steering wheels, a large lid or a ring of cut-out cardboard. It means this one. Okay. And sit her on your knee, ready to go for a ride. Holding your toddler around her waist, set off on a drive together. Make car noises, toot, at friends you see. Go around corners, stop suddenly, and go vrooming up and down hills, okay? And for car journeys, here is another song. We are driving in our car, we are driving in our car. Vroom, 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 we are driving in our car. And with this one, you can give different noises. Vrooming, tooting, it means when you blow the horn, okay, tooting at friends. And you can ask your toddler to go faster or slower, to wave at passers-by, and talk about what you can see, okay? So this is a pretend car journey. And on a real car journey, let's listen to this one. You could give your toddler one of his books to look at in the car, okay? That's obvious. We give toddlers some books, maybe some great Osborne English books, right? And car journeys with toddlers can be tricky, it says. If your journey is a long one, take a variety of snacks and try to stop every couple of hours to let your toddler run around and let off steam. Did you know that your toddler can let off steam? Okay, it means that they get some fresh air and they let off some steam. Before you set off, cut out pictures of things to spot along the way, such as animals, post boxes or trucks, and stick them onto cards. Show them to your toddler and talk about them. Once you are on your journey, he can call out whenever he sees something that is on his card. You could also take a CD of favorite stories of nursery rhymes or just sing along as you drive. If you are not a driver, you can entertain your toddler with games such as peekaboo or peepo, round and round the garden, or this little piggy went to market. See, so a few other rhymes for the car journey. Okay, now I want to show you already one book. This book has lots of things to spot on the holiday. This book is one of ours in the Dumangol summer course, and the moms in our course were very happy because when you're on a car journey, it's very good to spot things outside of the car on your way on the road, but also you can have different scenes of the holiday, for example on the beach, and you can have very great pictures and questions
By the pool. Let's see what we can ask by the pool. Oh, look, by the pool. There can be so many different things. This book asks, how many pink rabbits are on the bridge? How many of each of these things can you spot? And then down here you can see the watering can, the ball, the striped rings, the palm trees, and the straw umbrellas. Oh, look, that's a straw umbrella. Okay, so this is a very good book for holidays. And now let's get back to some more singing, okay? So how you can spend time on your way. I have lots of new songs for you. For example, do you know the song of Mr. Sun? So when you are on the way, or when you are already actually out on the beach, in the water, or by the pool, you can sing of Mr. Sun. Usually I use my hand to show Mr. Sun, okay, who is up high in the sky. Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, hiding behind the tree. These little children are asking you, please come out so we could play with you. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. So you can sing of the rain in the water while you're playing with the water, or you can sing of Mr. Sun, okay? And of course, there are many, many different animal songs that you can use. You can sing of the fish, you can sing of the frogs, you can sing of the crabs. Okay, there are so many more songs. Let me see. I think one of the songs, okay, we could sing maybe the fish song. For this one, you need your fingers, okay? Because we're gonna count, okay? This song goes like this. 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught a fish alive. 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on the right. Okay, so with this song you can practice counting. You can catch a fish. Once I caught a fish, then I let it go again. Okay, these are very good phrases. Why did you let it go? Because it bit my finger. It bit my finger. Which finger did it bite? This little finger on the right, or on my right. Okay, these are very good phrases to practice too. And okay, so a few more phrases or sentences. You can paddle all around in the water. You can splash, okay? You can kick the water. You can make a splash so high. So when you make a big splash, the water goes up high. You make a splash so high, okay? And before you go outside or into the water, you need to use sunscreen, okay, to put on your face, to put on your skin, okay, so you don't get burned. After the water, when you come out, you need a dry towel. You have to get dry, okay, and then you can go and play in the sandbox, you can go up on the slide, you can sit into the swings. Sometimes when you are on holiday, you can even gather things or collect things. What can you collect? If you are on the seaside, you can collect shells, okay? There is a funny rhyme about shells. It goes like this. I can tell you once maybe, but it's difficult. She sells seashells on the seashore. Okay?
She sells seashells on the seashore. This is a good language or grammar practice for you as well, a tongue twister, so to say. Yeah, it's funny, I know. See, she, I see, even I get into it in a wrong way. She sells seashells on the seashore. Actually, there is a song about it as well. But I have so many other songs for you that I want to go on. I have, and it's almost 2:30, okay? Na most visszaváltok magyarra, le nem maradjatok. Tehát fél három után sorsolom ezt a szuper anyukáknak és kisfiúknak, kislányoknak való könyvünket, a Party Cakes to Bake and Decorated, azok között, akik itt most kommentelnek nekünk a nyári terveikről, oké? Okay? Úgyhogy írjátok a kommenteket, és aztán jön a sorsolás, jó? Addig még énekelek nektek mondjuk még két dalt, jó? Mert annyira jó dalokat találtam. Van nekünk még egy fagylaltos dalunk is, meg egy virágos dalunk is, oké? Okay? Tehát mondjuk a fagyis dal. Do you like ice cream? Because there is a very good song about ice cream. It goes like this. I went into the shop one day to get an ice cream treat. 'Cause ice cream is my favorite thing to eat. And when it was my turn to say, what ice cream do I ask? I didn't know what to say, 'cause there were so many treats. But I said, one scoop for me, please, one scoop for me. There are different verses for this song. I know that there are other verses as well. I like this one, because sometimes children don't know which flavor or which treat do they want. And this is why I chose this song. But there is another verse to it as well, which says, so many different kinds to try, so many kinds to see. So let me sing it one more time. I went into the shop one day to get an ice cream treat, 'cause ice cream is my favorite thing to eat. So many different kinds to try, so many kinds to see. And when it was my turn to say, how many scoops for me? I said, two scoops for me, please, two scoops for me. Okay, so this is also another type. And now our closing song is a flower song, okay? And then I will have to say bye-bye. But I still want to show you some books, okay? I stopped singing because Holiday Doodles must be shown. It must be seen. It's a must for the holiday season. Holiday Doodle cards are very useful for summer because it has the wipe clean pen, of course, and it has many, many different types of exercises in it. So here, for example, you have to draw what you would put in the bag to take to the beach. Okay, so it's a good thinking exercise for you too, mommy, to think about what you have to take to the beach. It's a good checklist. And here, on the other side, it's a slide, okay? And the exercise says, draw a line as fast as you can from the top of the water right to the bottom without touching the sides. Ooh. So it's a very good pen control practice for the children. Okay. And let me show you one more card. Maybe this one. Okay. Decorate. Okay, this is about decoration. Decorate the other half of this surfboard. Copy the pattern as closely as you can. Copy the pattern as closely as you can. And here,
Oh, look, it's a mermaid! Oh, and you can draw a face on this mermaid and add rows of scales on her tail. Wow, did you follow this? Add rows of scales on her tail. Okay, so this is very good. Okay, so there are 50 cards in the pack with over 100 activities, and they are all holiday themed activities. Okay, but actually any of the Wipe Clean series are great for the holiday. You can take the dot to dot Wipe Clean book. You can also have, I have one more here, it's the first pen control. Okay, so this is a bigger book, it has the pen, and there are lots of great pictures in it for you to see, to practice the pen control. On each page there are dots that you have to follow, I mean that your child has to follow. Okay, but we have holiday activities as well with the Wipe Clean. This is a winter scene. Ooh, this is a farm scene. This is a fireworks at night. Okay, so all the Wipe Cleans are very good for the beach, for your holidays, because it's safe in the car and out on the beach too. Okay, and now, nincs több időm, nincs több időnk. Nagyon kifutottunk ma is, de hát mennyire jó, nem, hogy ennyi mindent tudunk kezdeni. Egy fél órában annyi mindent tudunk. És közben most itt nézem a laptopon, összegyűjtötte. Nagyon sokan kommenteltetek. Nagyon-nagyon örülök neki. Jó is olvasni közben, így félszemmel próbálom, hogy ki mit fog csinálni. Köszönöm a angol kommenteket, köszönöm a magyar kommenteket is. Visszatérek akkor erre a könyvre, de ugye előtte még a múlt heti live-ból is van egy sorsolásom hátra. A múlt heti live-os kérdésünkre nagyon sokan adtatok választ, ami hát nagyon-nagyon hasznos mindig is, úgyhogy én nagyon örülök ezeknek a lehetőségeknek, hogy így egyre többet tudhatok meg rólatok. A múlt heti kérdésünkre a válaszadók közül Siklósi Mariant sorsolta ki a sorsoló programunk, úgyhogy Marian és Alina, gratulálok nektek, egy külön fél órás Skype-ot, természetesen veletek csak és kizárólag videó Skype-ról lehet szó, hiszen Alinának látnia kell, úgyhogy veletek szeretnék majd egy külön Skype-ot, ugyanis ti nyertétek ezt az extra 30 percet, amihez gratulálok. Marian, hogyha nézel még, akkor kérlek, hogy írj egy kommentet, és ezt a könyvet pedig, a Party Cakes-et, már is nézem a gépem. Jó, még honkórázik. Azt mondja, hogy... Nagy Nikolett, Niki! Na hát, nagyon örülök neki, hogy két olyan anyukát sorsoltunk most, akiket ismerhetek már, de mindig is jó új dolgokat megtudni rólatok és az angolozós szokásaitokról. Úgyhogy kérlek, Niki, te is, hogyha nézel még, és itt vagy még, akkor írjál te is egy kommentet, hogy megkaptad az infót. Tehát te és Ákos nyertétek a másik Skype-ot, illetve ezt a könyvet is. Természetesen ugye a Skype konzultáció az mindig része a live-oknak, tehát ez a könyv és egy extra Skype a Niki és az Ákosi, és a múlt heti Skype pedig Marianne és Alinái. Én nagyon szépen köszönöm már a figyelmeteket. Ezek a témakártyák, amiket ma felolvastam, és ugye nem is jutottam mindegyiknek a végére, a Water Plate egyáltalán nem is tudtuk ma olvasni, de igyekszem majd erre is sort keríteni a nyáron. Ezeket fel fogjuk rakni az infocsomagba, ne felejtsétek, Niki, you are happy, I'm happy too, it will be great to Skype with you, and if you can come tomorrow, I will bring you the book, okay, to our last class in the 15th, okay? Tehát, nagyon-nagyon örülök neki, hogy pár héttel ezelőtt azt kértétek, hogy több angol legyen a live-okban. Én nagyon élvezem ezt, hogy merhetek, hogy beszélhetek hozzátok többet angolul. Remélem, hogy ez nem zavaró azoknak, akiknek esetleg még nehezebb belerázódni, de hogyha az, akkor ezzel kapcsolatban is várjuk a visszajelzéseket. Tehát ugye most hirtelen nagyon megugrott az angolnak az aránya a live-okban. Hogyha ennek örültök, akkor erről is kommenteljetek, kérlek,
hogyha sok egy picit, akkor ezt is nyugodtan írjátok meg kommentbe vagy privátba, és ne felejtsétek, hogy az infocsomagok továbbra is ingyenesen letölthetőek, elérhetőek a honlapon. Ne felejtsétek a webshopot, jó? Tehát a webshopból most már egyre több, egyre nagyobb számú, példányszámú kínálat elérhető, és ami még ugye nagyon fontos, ezt a péntek délutánra kihegyezve szeretném mondani, hogy rengeteg Osborne könyv lesz nálam, jó? 3 doboznyi Osborne könyv vár rátok lent a kocsimban, amik ott lesznek nálam pénteken, és mindegyikre nagyon nagy kedvezmények lesznek. Erre azért van szükség, mert mint tudjátok, mi most júniusban költözködünk, és nem igazán szeretnék több ládányi Osborne könyvet költöztetni, úgyhogy mindenképpen gyertek, jó? Hozzatok egy kis sütit, vagy gyümölcsöt, vagy egy üdítőt, lássátok meg, hogy mi az, ami belefér nektek, hogy legyen egy kis Ancsa ilyen batyubálnak szokta ezt mondani, én meg ilyen szeretett vendégségnek, tehát próbáljunk meg így gondoskodni magunkról és egymásról, és egy picit, hogy tényleg ne legyen az, hogy rohanni kell haza, mert már éhesek a gyerekek a vacsira. Úgyhogy nagyon sok könyv lesz nálam. Igazából még van itt másik 2 doboznyi a szekrényemben, csak ugye én is 3 gyerekkel érkezem pénteken, tehát egy picit nekem is úgy kell a logisztikát, hogy még a 3 gyerek is beférjen a kocsimban, meg az 5 doboz Osborne könyv, szóval hát nem tudom még, hogy oldom meg, de valahogy megoldom, nagyon sok könyv lesz nálam, biztos, hogy nem fog mind kiférni az asztalra, úgyhogy lesz amit majd így dobozból átválogatva, tudjátok, mint régen a bakelit lemezeket így átlapozgatva tudjátok majd megnézni, de tényleg mindegyikkel az a célom, hogy ne kelljen hazahoznom őket, jó, hogy ne kelljen költöztetnem őket, értelemszerűen a költözés után én is egy hatalmas készletújításra, webshop feltöltésre készülök, tehát júliusban nagyon sok új címmel, új példánnyal fogtok tudni találkozni, ha elfogynak ezek a könyvek, jó, úgyhogy gyertek, gyertek, értelemszerűen a Rhyme Time 2017-es csoportba is föl lesznek töltve ezek az utolsó példányos könyvek, és ne felejtsétek, hogy ott most egy Summer Santa Sale albumunk is fut, ahol karácsonyos könyvekre csaphattok le féláron, amik megmaradtak előző évről, és nagyon hasznosak lesznek nektek idén karácsonyra is. Jó, úgyhogy péntek, 5 óra, ne felejtsétek, holnap 10-kor Pestújhely, Tárnok elmarad, köszönjük még egyszer az infót Adrinak, csütörtökön Óbuda, utolsó óránk, jó, pénteken Káposztásmegyer, az még nem az utolsó óra, és kikötő a 12. kerületbe, amennyiben Melinda meggyógyul, jó, erről még fogunk nektek hírt adni, jó, hogy Melindával lesz-e óra pénteken, és akkor péntek délután pedig a nagy partink. Nézem itt közben Szilvinek a kommentjét. Szilvi, átnézem, hogy mi az, ami nagyobb gyerekeknek való könyvben van, hogyha van space-es témájú, akkor hozom. Jó, nincsen túl sok iskolásoknak való könyvem most, mert hogy voltam egy pár iskolában most bőrzézni tavasszal, nyári szünet előtt, és elkapkodták ezeket is. Jó, de próbálom átnézni, jó, és hogyha van bármi, akkor hozom nektek. Értelemszerűen, hogyha van bármi kívánságotok, hogy milyen könyvet szeretnétek, azt is írjátok meg, mert lehet, hogy én legyintek rá, hogy ó, ezt nem hozom el, mert úgyse fog érdekelni senkit, aztán lehet, hogy téged meg pont ez érdekelne, jó, úgyhogy erről is írjatok bátran, akár itt kommentet vagy privátot. Jó, és köszönöm szépen a mai figyelmeteket. Sziasztok! Ó, itt még látom közben, bocsánat, Szilvinek a kérdését. Live the Flap Space, van egy olyan könyvem, hogy Question and Answer about Space, azt hiszem, hogy még megvan, meg kell néznem, ha megvan, akkor azt hozom, Szilvi, jó? Puszi, sziasztok!